Geoffrey Chaucer középkori angol költőnek a darabja, mai 21. századra hangszerelve. Ezek mesék, de olyan mesék, amik 700 évvel ezelőtt is mesék voltak, meg ma is mesék. De az a lényeg, hogy itt ez egy zenés előadás lesz, és nem véletlenül kértem én meg az én barátomat, Mihály Tamást, aki az Omega együttes fantasztikus bassgitárosaként változságosan ismerté, és zeneszerzőként természetesen, hiszen Rahedi Omega slágert szereztél. Slammer módon adjuk ezt elő, tehát egy ilyen közvetlen, nagyon mai, nagyon jó pofa hozzáállással mesélik a fiatalok ezeket a történeteket egymás után, mint hogyha egy slammer versenyen lennék. Nagyon sokoldalú zenekar, ezek zeneművészeti főiskolások és rendkívül képzett zenészek, és azt kell mondanom, hogy nagyon jó hangszeresek, és ha az ember kellőképpen kézben tartja őket, akkor baromi jól el tudják játszani. Mert tudnilik a kedves nézőnek azt is kell tudni, hogy itt abszolút élőbe fog menni minden. Működtetek egy romkocsmát, és ebben a romkocsmában zajlik a fiatalok által szervezett és lebonyolított slammer verseny, ahol Chaucer meséket fogok itt előadni a nagy buli közönségnek, úgyhogy jöjjenek és nézzenek minket.